Nem vagyok cuki. Soha nem mondd, hogy cuki. Egy színész az nem cuki. Oké. Okay. A plüssmaci. Egy kanapé, néhány teniszlabda, nyitott könyv egy nagy szőnyegen. Mindössze ennyi a díszlete az előadásnak, amelyet az alkotók a Bencs Villa termébe álmodtak. Karinthy Ferenc két személyes művét ritkán mutatják be a színházak. A történet 1945-ben játszódik Budapest ostroma idején. Egy Gellért-hegyi villában két fiatal bujkál, próbálja legyőzni félelmeit, túlélni a háború borzalmait. Ezt az alaptörténetet dolgozta át Friedrich Noémi és Zakariás Máté, akik úgy vélik, a háború okozta bezártságot a mai helyzetre, a pandémia okozta bezártságra is át lehet ültetni. A premiért mindössze 4 hetes próbaidőszak előzte meg. Ez egy egészen másfajta próbaidőszak, hiszen mi dramatizáltuk, mi írtuk a jeleneteket, mi rendeztük magunkat, mi játsszuk, mi találtuk ki a zenét, szóval minden, ami feladatunk volt kettőnké, ez azért hatalmas erőket vett ki belőlünk, és már-már felmerült a kérdés, hogy vajon lesz-e időnk egyáltalán színészként is foglalkozni ezzel a dologgal. A két színművész most először dolgozik együtt. A Bencs Villa kicsi tere egészen másfajta előadásmódot igényel a művészektől, mint a nagyszínpadi produkciók. Szerintem sokakban, sok színészben is talán megfordul, hogy most túl közel vagyunk, vagy hogy kell itt viselkedni, de én ezt nagyon élvezem, hogy ilyen közel tudunk lenni. Nyilván valamilyen szempontból más fajta színészetet igényel, tehát hogy próbálunk kicsit kisebb amplitúdon dolgozni, mint ahogy ez nagy színpadon elvárt. Ott azért mégiscsak egy nagyobb térben kell jelen lenni. Itt a kicsi dolgok működnek jobban. Az alkotók tervei szerint az Álmok című előadást nem csak a Bencs Villában, hanem más helyszíneken is láthatja majd a közönség a közeljövőben. Megy!